Csácsomi csöltészt, a csokorára és traktorkerék. Sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő videoblogggal, innen Csehországból. Egyébként írtátok, hogy nagyon nyögbenyelő is volt az első rész. Hát megmondom őszintén, nekem is szokatlan, hogy nem egy gameplaybe, hanem így a valóságba kell boldogulnom. Arra gondoltam, hogy elugrok, aztán megnézem a bolt kínálatát, hogy mégis mit lehetne kiokoskodni, mit lehetne kitalálni, mit tudnék venni így a biciklével megyek, spórolok az üzemanyaggal, mert igazából semmire nincs pénzük. Meg kellene néznem, hogy mégis mit tudnék venni ebből hatalmas összegből, ami számomra itt leledzik. Aztán mindjárt talán egy kicsit jobban fogunk működni, még mindjárt egy kicsit jobban tudunk haladni. Mindenképpen a Farming Simulatoros tapasztalatokat kellene hasznosítani. Ugye a Farming Simulatorban sem volt annyira nyögvegyelős itt a helyzet. Keepernek azért van egy kis tapasztalata a farmadásban. Ugye a valóságban is valószínű, hogy jobban fogunk boldogulni. Nagyon gyorsan eltekerek a boltig, aztán megnézzük, hogy mégis mit lehetne itt venni. Kivágódunk. Hát a bicikli még mindig kicsit hideg az idő, de hát jól van. Na nézzük, megnézzük. Itt van ez az autószerelő, meg itt van a bolt. Azt mindjárt meglátjuk, hogy mi van. Na, ó, kontrá! Kontrá adott a Keeper. Van az a vicc, amikor a cigány gyereknek mondja a napja, amikor burul le a lejtőn, azt nagyon veszélyes. Hát kontrázzál, fiam! Valamiátok, nem, hogy mire beszélek. Na, de nézzük meg, hogy a bolt kiállata mi. Miből áll? Ó, mennyi folyt a gép, Jézusom. Először szerintem valami traktort kellene vennem magamnak. Gyerekek, hát eléggé el vannak szállva az árak, úgy látom. Szóval, jó, 100.000 euró, úristen, mikor lesz nekem ennyi pénzem, Jézus Mária. 7500 euró, odalé. 7500 euró, az már az baráti. Ó, 19.000 euró. De jó, de jó, de jó, de jó. Ó, MTZ. De jó. Na, ez tetszik ez a gép, csak ugye... Na jó drágaság van itt, úgy látom. Ó, a T25A. A T25A, 30 lóerő. De jó. Vannak itt minden. Van Zetor. Na, hát a T25-ös egyébként, az a T25-ös az egész megfelelő lenne így a kezdésnek, ugye a gazdaságunk feledítésére. De várjuk csak, valamit kitaláltam. Hát mi lenne akkor, hogyha vennék egy láncfűrészt, és akkor azzal ugye már is tudnék valamit ekecselni. Hol van a láncfűrész? Jó napot, valami láncfűrész, mennyibe kerülne? Ó, 1000-be kerülne, veszek egy stíl. Hát csak is a stíl, aztán akkor abból tudunk egy kis pénzt csinálni. Kivágok minden fát a területen, amit vettem, hát nem tudok mit csinálni, aztán abból valószínű, hogy tudunk egy kis lóvét csinálni. Na, gyorsan hazatekerek, most már megvan a láncfűrész, aztán veressük neki, jóó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 ó
adni, hogy te, tudjak termelni egy kis lóvét, bár nem tudom, hogy egyébként mit lenne érdemes, vagy hogy mire van szükségünk, gondoljuk végig. Mindenképp kellene egy eke nekem, mindenképp kellene egy vetőgép, vagy valami ültetőgép, meg mindenképp kellene valami, amivel ugye kiszedem. Szóval ezekre lenne szükségünk. Egyébként gondolkoztam azon is, hogy a golfot eladnám, aztán abból is lenne egy kis pénzem, de egyelőre szerintem ki kellene burogatnom ezeket a fákat, csak nehogy véletlen ráburítsam a golfra. Na, a golfra, a Wolfram. Oké. Kapattanjunk le a Verdáról, nézzük meg, hol van ez a stíl? Na, ó, hát micsoda zsíró stílfűrészünk van, gyerekek. Csodálatos. Na, farming szimulátoros tapasztalatok. Elővétele. Mondjuk fát, azt döntöttem ma életemben, úgyhogy az nem lesz nagyon gond. A fenyőfákat kellene kiburogatni, aztán minél hosszabb a meghagyva eladni. Na, mindjárt meglássuk. Na, próbáljuk meg. Minél jobban a tövénél. Ez az. A mai részben, vagyis a mai videoblogban jó lenne egy kis annyi pénzt összeszedni, hogy tudjak venni legalább egy traktort. Egyébként gondolkozok rajta, leágazom. Gondolkozok rajta, hogy egy csodálatos el kellene adnom nekem. Nagyon jó, nagyon jó. Frankó.
Nem tudom, mekkorát bírnék-e meg, igazából mekkora fér a platóra? Az is egy lényeges szempont. Nem tudom lenyitni ennek a platóját. Álljunk. Nem tudom lenyitni a platóját, mert akkor esetleg hosszabb férne rá. De hát lehet, hogy nem, ugye? Lehet, hogy nem. Hát szerintem nem tudom legyíti ennek a platóját, hogy akkor cseszhetjük. Akkor csak ilyen hosszúba vághatom, ami fölfér. Mondjuk rövidekbeket vághatnék be, ezt utána még fölpakolnák még bele. Na, várjunk, csak körülbelül egy ilyen hosszúba kellene ecsepkedni. Ezt elbírom? Jó van, oké, elbírom, oké. Vágok kb. Ilyen hosszúakat a hát tetejére, meg esetleg akkor tudnék rakni hosszabbakat. Meg kellene nézni, hogy ezt hopp. Ide kellene tolatnom egyébként, közelebb, de jó, egyelőre nem. Megrakjuk az alját, hosszabbat a tetejére, aztán akkor minden frankó lesz. Úgy ide meg akkor mehetnének a hosszabbak, nem? A tetejére. A vékony ábú. Na, próbálkozzunk meg vele. Próbálok gyorsan felszórom. Minél hamarabb pénzt kellene csinálni, mert az asszonynak kell a lóvé. Küldenem kell haza. Ó, ez így jó is lenne. Ez így jó is lenne, még majdnem. Még majdnem vághattam volna hosszabbra. Na. Legalább nem fázok, nem igaz? Kimelegszek. Na, jó lesz ez, jó lesz ez. Most már tudom, hogy hol van az ács. Oda legalább tudok vinni dolgokat. Egyébként a szalmabálákat is. Arra gondoltam, hogy minden, ami eladható, azt megpróbálom pénzét tenni. Lehet, hogy a golfot is. Csak a golfot akkor tudnám eladni, hogyha beszámítanák, esetleg beszámítanák az autószerelő műhelybe egy traktorra. Azt úgy lehet, hogy élném. Annak, hogy tudnék örülni. Úgyhogy lehet, hogy beszámítjuk a golfot, megkérdezzük, mennyit adnak ért az autószerelő műhelynél. Aztán akkor... Először is lehet, hogy ki kellene vágnom minél több fát, eladni. Ugye itt szoktam a farming szimulátorba is, akkor valóságban is ez valószínűleg egy jó módszer lenne. És hogyha ez megtörtént, akkor utána a golfot beszállítjuk. Igazából el kellene adnom mindent, amit el tudok innen, hát olyan sok mindenem nincsen, de hát azokat, amiket tudok, azt adjuk el. Aztán próbáljuk meg haladni. Ja, igen, írtátok, kommenteltétek, hogy feltöltöttem ezt a videoblogot, kommenteltétek, hogy hát eléggé lassan haladok, hogy a farming szimulátorban úgy jobban szoktam, hát figyeljetek, nekem ez teljesen más. Nagyon furcsa, hogy élőben megtapasztalni azokat a dolgokat, amiket ugye eddig farming szimulátorban rengetegszer megcsináltunk. Jó, ezt még el is bírom, tök jó lesz. Túllógatom egy kicsit, maximum majd kötök rá egy piros kendőt, hogy rendőr ne nagyon büntessen meg, bár aztán magyarázkodhatok neki, mi? Magyarázkodhatok neki én. Nem tudom, mennyire szeretik itt a magyarokat. Egyik kollégám küldött egy SMS-t, hogy miért nem megyek Amerikából, sokkal jobb lenne a pénz. Egyébként nem lenne hülyeség. Na, erre még fér egy kicsi, akkor raknék rá még. Jó, rakjuk meg. A golfom az rajta direkcióról meg minden, úgyhogy arra kellene burítanom. Rajta golfalagi direkcióról, úgyhogy valószínűleg, hogy bírni fogja, bár ebben a hóban nem tudom, hogy mennyire csúszul. Jó, ezt le is ágazom gyorsan, végig megyek, úgy né. Ezt csak valami lesz. Remélem, máma nem hív az asszony. Nem kell neki megint hazudnom, hogy minden tökéletes. Csak nehogy meglátogasson egyszer, mert akkor lesz számban nagy baj. Hogyha úgy gondolja az azt, hogy el akar jönni egyet. Na, ide akkor lehet, hogy a hosszabbakat kéne vágni. Talán le is bírom. Aztán akkor nem lesz probléma. Ez a hó, ez egyébként jó lenne elolvadni, vagy valami. Megmondom őszintén, hogy a farming szimulátorban akkor vetettem, meg arattam, amikor kellett. Majd írjatok kommentet, hogy ilyenkor mikor tudok szántani, mikor tudok vetni, mikor tudok aratni, mert tényleg lövésem sincs. Farming szimulátorban nem volt ilyen probléma, hogy mikor... Hopp, ezt sem bírom, várjál, amelyiket elbírom, azt akkor elviszem. Nem bírom-e? Ezt elbírom. Azt akkor el kell vágni, majd a következőnek az aljába beleszórom.
Rendben? Szerintem az úgy jó lesz. Jó, hát ez lesz bőven anyag. Ezt is valószínűleg bírom, itt már vékonyabb, aha. Oké, okay. Jó. Fenyő az nem túl nehéz, a fenyőfákat kellene kivágni először. A többit meg esetleg meghagyom. Hát annyi, hogy össze kellene szedni egy traktorra. Egyébként nagyon tetszene nekem az MTZ. Nagykabinos, az mindig egy kedvencem volt. Ugye a fater, az kiskabinos MTZ-re dolgozott, a szomszédnak volt még magyarba egy nagykabinos MTZ-je, azt mindig a nagykabinos MTZ-t az ilyen high-technek gondoltam a kiskabinoshoz gyerekként, olyan teljesen szürreális volt. Abban az időszakban, ugye a 90-es években, a 90-es évek elején ez egy tök high-technek tűnt az a traktor. Pedig aztán annyira nem nagy különbség van ugye a nagykabinos meg a kiskabinos között. Na, az jó, az megállott. Le kellene spanizni. Aztán akkor még dobok rá. Ez a fa még fölfér rá talán. Legalábbis a vékonya. Jó. Igen, egy nagykabinos MTZ-nek azért tudnék örülni, de mondjuk annak a T25-ösnek is. Mondjuk a T25-ös azt meg olcsóbban megkapnám, meg valószínűleg ilyen kisebb eszközöket ugye el tudna mozgatni. Lehet, hogy az lesz. Na, gyorsan elugrunk az ácshoz, hogy adjon elér egy kis lóvét. Na, jó lesz ez. Jó lesz ez. Még többet nem rakok rá, jó? Következő adagot majd felszórjuk. Na, itt meg kéne kötnem a spanikat. Ha ide férnék. Ajaj. Jó. Na, oké. Hát jó megraktuk. De hát ez van. Oké, na akkor veressük. Mondjuk nem ártana sebességbe raknom. A verdát. Hát a tükörbe kellene figyelnem, hogy van a rakományom. Nem, csak fölre buruljam. Megpróbálok úgy menni, hogy ne buruljam föl. Jó, kettes. Oké. Jó. Hát az ácsot már ismerem. Mondta egyébként, nyugodtan pakoljam le oda a fát, az asszony odaadja a pénzt. Hogyha nincs otthon, nyugodtan csinálhatom ezt a dolgot. Annyi, hogy azért olyan este 9 után már ne érjek, hogy remenjek oda, meg hajnalba már kell. Szóval azért vihetem neki nyugodtan az árut. Oké. Index. Kifordulunk szépen, ügyesen. Aztán húzassuk ki. Pörögjünk föl egy kicsit. Nem gép, hanem bírja. Szoktam még annó mondani. Oké. Index. Nem jön semmi. Ajaj, hey over! Jó van, oké. Azt hittem nem lát ez. Lehet, hogy fel kéne kapcsolod a világítást. Azért ebben a téli időszakban nem árt az se. Az milyen röhely, hogy itt ment egy szarvas az előtt, ugye? Tiszta vicc az egész. Valahogy úgy kellene állnom. Megint meg kéne fordulnom. Ott jó volt az a hely, ahol meg tudtam fordulni. Azt most nem járok be az udvarba. Na, vissza egy kicsit. Ide befordulok, azt itt meg tudtam fordulni. Muszáj, megfordulom valahol. Itt bemegyünk. Valahogy elromlott egyébként az index kapcsolóm, mert nem áll vissza, miután indexeltem. Amikor visszaszedem, ugye... Akkor visszaszokott állni, hát most nem nagyon akar. Vissza kettő padlógáz, gyerekek! Szépen ide kitesszük. Félreállunk. Be se tolatok, mert annyira szar az udvarra ennek a fickónak. Ide megállunk a táblához. Oké, gyújtás le! Elakadási jelzőt bekapcsolom, az a biztos.
Lehet, hogy kilóg az útra, nehogy megbüntessenek. Sőt, rajt is hagyom a helyzetjelzőt. Jó, van, mindjárt, haver. Bocsáss már meg. Nyugodjál meg, majd attól megnyugszol. Nyugodj meg, attól megnyugszol. Neked pakorom! Mindjárt állok innen! Mindjárt állok! Jó van, kit érdekeltek, nem hiszem el. De valami nem változik, a farming szimulátorban is ugyanilyen hülyék voltak ezek, hallod? A farming szimulátor ugyanilyen hülyék voltak az autósok. Aztán még azt mondtam, hogy nem reális, nem életű, mi? Az közben meg a valóságban tök ugyanilyen hülyék az emberek. Ez egy problémát jelent. Egyébként a fát is tök jobban tudnám szállítani, hogyha tudnék billenteni valahogy. Ez így mindig, hogy le kell pakolnom, ez egy őrület, ezt komolyan mondom. Bár lehet, hogy... Várjál! Lehet, hogyha bejártam volna, akkor egyszerűbb lenne, hogyha lepakoltatom. Itt van a fia is a... Lácsnak, az lepakolta volna szerintem. Majd a következő fuvart, az bálok, azt megmondom neki, pakolja le. Hát igen, biztos itt szórakozok. Mert rohadt hideg van, meg idehozom neki egész jól áron is, meg kivágom... Kivágom a fákat, remélem, hogy azért nem büntetnek. Mármint, hogy a saját területemben van, tudom, de nem tudom, minek számít az a putri, ahol lakok, hogy ez átkert az, vagy mi a szar. Nem tudom, mindjárt fölállok, ledobálom a maradékot, mert ez nem lesz jó. Na, ide jó, így. Mindjárt, jaj, gyerekek, hát ezek nem nagyon szeretnek. Mennyire tudom bedobni? Hopp, odáig bedobálom. Biztos nem kedveltek. Sajnálom. Majd beszéljetek meg az asszonyjal, akarjátok, jó van? Úgy látom, megnyugodtak, legalább nem dudálnak. Mindjárt, kidd az elakadási jelző. Nincsen rendőr köztük? Még az hiányozna. Mindjárt! Tök jó, amikor ebbe a hóba kiszednem a fát, ez a legjobb, komolyan mondom. Ó, aztán nem érdekel, ám ott van. Ekkor a következőt leszórjátok. Idehozom, bazza, azt én rakjam el. Jó, hogy nem fölfűrészeljem, nem? Édesanyád az. Érdek alácsa. Csoda, hogy nem látok mindenhol babettát itt. Ezek biztos babettőrültek, mi? Skoda meg babetta, az körektek. Csak. És nem is tudom, milyennek a falu neve? Osoda? Vagy Osoda? Azt sem tudom, hogy ejtik. Már komolyan mondom. Na, már van 2300 euró. Köszönöm szépen, várjatok, megyek, jó van. Ne aggódjál. Na. Jól van, megyek. Ne nyugtalankodjál, bazd, az anyád, úristen, férünk el. Nagyon gyorsan. Visszatekerek, hozok még egy fuvart. Hát lehet, hogy beszámoltatom a golfom, lehet, hogy bejátsszuk azt, hogy egy traktorba beszámoltatjuk a golfot. Most igazából az, hogy melegen tudok lenni a golfban, annyi előnyöm van. Más nagyon nem. Az 6-at kapcsolta! Nem gép, ha nem bírja, várja, 6 fa, nem tudom, lakott területen belül vagyunk. Itt lehet. Na, visszavegyünk. Itt már kitiprom a havat. Mindig rossz helyen jövök be. Jó lenne ellapátolni, vagy etolni. Valami KPMS-nek szólna az ember. Van itt valami KPMS egyáltalán? Vagy nem tudom. Na, valahova. Megpróbálok olyan helyre állni, hogy ne kell olyan sokat hordanom. Most fenn az épület mögött vannak még fenyőfák. És ugye fölállok ide. Úgy ezt megpróbálom oda dönteni mellé. Ó, tökéletes. Jó. Stoj! Kézifék! Bemagyom egyesbe, nehogy valami gond legyen. Oké, csapjuk neki. Na, itt voltak vastagok, amik ugye nem tudtam elbírni, ezeket evagdolom. Ezeket... Mi történt?
Érdekes. Megrekedtünk. Érdekes. Előveszem a fűrészet, nem tudok mozogni, nagyon meggéberedtem, biztos. Nem tudom, ez mi történt velem, de hát jó. Na. Annyira nehéznek tűnik a fűrész, amikor előveszem, nem tudok mozogni. Annyira beállnak a térdeim, de hát jó. Csináljuk. 2300. 2300 pénzem volt. Megnézem a weboldalát a boltnak, bemegyünk. Weboldalát, itt innen is elérem. Na, nem a térképet akarta. A weboldalát megnézem, traktorra kellene cserélni, pótkocsi az van. A kicsi traktoroknál, ó. Ó, van külön belorusz márkos kereskedés? Ha jó drágák. 21 ezer, 10 ezer. Itt is van nagy kabinosotok, belorusoknál? Ezek lehet, hogy régi használt gépek. Aha. Aha, ez ilyen, ez egy mindenféle dolog van. Aha. De jó. Na, viszont a kis traktoroknál. Néztem ezt a T-150, vagy nem T-150, hanem a T-25A-t. Az 9000-be kerül, majd 12500-ba. Bár az újnak néz ki, lehet, hogy a másik használt, már nem tudom eldönteni egyébként. És van, rendelhetek plusz dolgokat hozzá. Aha, ez jó. Aha, tudom kabinnal is rendelni. Ez olyan, mint a nagy kabinos 82-esé. Aha, ez jó. Ez jó. Jó. Hát akkor össze kellene szednünk, menjenek az alapára. A kiinduló ára 12500. Hát próbáljuk meg akkor összeszedni annyit. Igen. Föl kellene szórnom a fát. Na, azt hittem, ezt még nem bírom el, de már bírom. Kéne vágni fát, ugye akkor 12500-at össze kellene szednünk. Nem tudom a golfomat, azt mennyibe venné be. Azt meg kellene kérdeznem, hogyha legközelebb megyünk, arra megkérdezzük, hogy a Volkswagen-emet mennyire venné be, és akkor tudnék mindjárt egy kis plusz pénzt csinálni. De ezt meg el sem vágtam, aha. Nem értem, miért nem tudok mozogni, amikor... Nem csak. Valami történt velem. Meghúztam a derekam? Teljesen, amikor előveszem a fűrészt, akkor nem tudok mozogni vele. Nem tudom, hogy miért, mitől van ez. Oh, úristen. Valószínű, hogy egy kicsit meghúzhattam a derekam, vagy nem tudom. Na mindegy. Ja. Szépen kell elrakni, hogy sok fölférjen. Na mit csinálsz, Keeper? Hasznosítsd a tapasztalataidat. A farmingos tapasztalataidat most be kell vetned a való életbe. Tényleg próbáljuk meg annyi pénzt kitermelni, hogy legalább egy traktor vegyek, azt utána akkor annan már ugye nyert ügyünk lehet. Mert ez valószínű még nem bírom, de elbírom. Viszont azt a rohadt életbe, ez jó nagy. Ezt le kéne vágnom ketté, vagy nem tudom. Az a baj, hogy beesik a hóba még ráadásul. Jó van. Jaj, jaj, ki ne várjam a... Akkor aztán nem kapok érte lószart, csak itt csapom a hátsó szélvédőt. Ezeknek a régi gépeknek azért elég nehéz már találni alkatrészt. Megmondják, hogy akkor menjek vele a francba. Főleg télen azért nem a legjobb, ahogy itt van még egy... Itt van még egy... cseptje! Ó, jaj. A cseptjét is bedobjuk. Hát jó van, ebből mondjuk az ács nem tudom mit fog kihozni, de hát... Az ő dolga, nem igaz? Rendben.
Valahogy megpróbálom elrakni normálisan. Ó, arról a télet be van gimbered, be kellem a bajdak bele. Na már hát komolyan mondom, mindjárt vágom. Tényleg a végén kiverem a szélvédőjét a golfnak. Jó, hogy nem más verek ki. Na, azt mondja, hogy ennyi volt, ez volt, igen, akkor még kellene döntenem fát. És lehet, hogy akkor a csekmetjét vágom, a cseppjét levágom. Na, úgy meg van géberedve a kedve egyszerűen. Nem tudok. Nem tudom, hogy az mitől van. Jaj, nem tudom, mitől van ez. Nem tudom, mitől van ez, mi történt velem. Egyszerűen úgy be van géperedve a hátam, nem tudok mozogni a stílbe. Jó van. Azt a rohadt életbe! Ajjaj, Istenem! Ó, ezt azt átaláltam, de volt... A checkmate fám az meg erőfült a francba. Az meg pont kiló, arra pont rá esett. Hát ekkora már azért még szerencsére nem törte össze szegény autómat. Hú, a franc, el kell vágnom ezt a nagy checkmate-et, mert ezzel van a baj. Hogy ágas bogas. Jó, itt a vágtat. Jó nagy izéje csak meg. Vagy mi ez? Letörött róla egy ág, azt az repüte? Már nem tudom, nem vagyok képbe. Elég veszélyes mutatvány volt, hogy golfomra majdnem a sikerült rádöntenem. Jó van. Ács megveszi. Köledeknek minden lóvér. Csak nem fogok tudni leágazni így. Így be van állva a derekam. Csak mindig így vegyem elő. Ó, te Isten. Nem muszáj elni, ezt kell csinálnom. Úgy van, ide is. Jó van. Ez az. Hát nem sokan bullott a golf. Nem ment el a levesbe. Na, akkor a tervek szerintem, hogy valahogy sikerüljön meg is énem, az lenne, hogy igen, egy T25-öst kellene verni. Na, ezek elég rövidek, vagy elég vékony, úgyhogy lehet, hogy el tudnám. Fel tudnám dobni így hosszabbba is már a tövét. Ugye megnézzük. Minden esetre felszelem. Aztán valami lesz vele. Minél több legyen fönn. Minél kevesebbet kell jön fordulni. Meg a bálákat kellene megnézem, hát ha megveszi valaki, de nem tudom. Itt írhattatok volna valami kommentet, hogy szerintetek esetleg hol vennék meg a bálákat. Nyugodtan segíthettek. Ugye töltöm fel a videókat, aztán van valami ötletetek, akkor nyugodtan írjátok meg. Hogy mit gondoltok, hogy kellene itt megvalósítani a dolgokat. Olyan elveszed vagyok. Nem ismerem a környéket, nem tudom, valaki ismeri esetleg a környéket, hogy volt már erre? Nem tudom, ki tudja, még lehet valaki gazdálkodott is itt. Az igen? Juhúj! Nagy ága rajta! Megpróbáljuk, minél többet felzsúfolunk rá. Mondjuk ez a hosszú, ez csúszik le. Nem csúszál le! Orra, meg kéne kötni. Ugye, az a hosszú, az legyen megködve. Na. Föl kellett volna állítanom karófákat, jobban jártam volna. Legközelebb állítok karófákat, azt akkor idén több fölfér. Mondjuk ez a magasítós. Még jó, hogy itt hagyták ezt a időt, ezt a pautkocsit. Ugye utánfutót.
Ezt a csodálatos utánfutót meg jó, hogy itt lett hagyva. Ez ilyen malacos utánfutó, vagy nem tudom, olyan furcsa, hogy ilyen nagy ódala van, vagy ilyen rácsos ódala van. Na. Még oda fér egy-kettő, nem? Hogy né? Oda még fér, hogy ne férne, a golfon meg bírja. Na jó, ezt meg még viszont én nem bírtam el, meg ezt sem bírom el. Úgyhogy ez a következő aljában megy szintén. Na. Rendben. Ó, itt van egy vékonya. Ezt még fel tudom rakni a tetejére. Így van. Nagyszerű. Ne indítsunk. Aztán menjünk ezerre. Hát kapcsolok egy világítást. Kicsit pörgősebben. Nem nagyon szoktam télen használni annyira a golfot. Garázsba szokott pihenni. Meg kellene nézni, mennyibe számítják be. Csak ugye addig nem nagyon tudnám eladni. Amíg nem tudok traktort venni, mert akkor mivel húzom, mivel húzom a fát? Húzassuk ki. Ez egy lakott területen kívül itt mehetek. Mehetek gyorsabban. Itt egy visszakapcsolás, kettő. Nem jön semmi? Hova jó. Elég kicsi a forgalom most, érdekes. Hál' Isten. Ez az, nagyon jó. Megint nyomunk egy megfordulást, nem tudom, hogy máshol meg tudnék-e fordulni. Nem nagyon ismerem a környéket. Viszont azt beszéltük, hogy be kellene állnom, nem? Valahogy okosba beállnék, valahogy úgy szedem alá, akkor lehet, hogy le tudom pakoltatni, akkor nem kell nekem. Na, nyomunk egy időt. Egybe visszarakjuk. Index, nem jön semmi. Óvatosba. Valahogy úgy kellene. Itt. Minél jobban ide szedve. Nem tudnék átmenni a izén? Beférek én oda? Nem tudok átmenni itt a... Na, megnézem, hogy mennyi az annyi. Szerintem itt beférnék, a másik oldalt meg ki. Ezt akkor mindjárt megoldodna a kérdés. Hát jobban is kinyithatták volna a kaput. Kitolom rendesen az elejét, úgy. Hát ez lehet, hogy sok lesz. Ah, nem, azért érzi. Hát majdnem sikerült. Kicsit vissza kell tolnom. Azaz. Egy. Na, átmegyünk a pajtára, ez itt jobb lesz. Viszont valahogy ki kéne szállnom, kiférjek is. Oké. Okay. Jó van, oké. Okay. Ez az. Így már mindjárt jobb is lett. Nagyon jó. 3600. Meg fogom nézni, hogy mennyibe szedik be a golfot. Megnézem, mennyibe veszik be a golfot. Na, így jó. Így jó volt. Nagyszerű, tökéletes. Hogy ki kéne fordulni. Ez az. Ó! Az anyád úristen, itt mit száguldoznak? Én még én figyelek arra, hogy ne száguldozzak. Erre meg úgy mennek itt, mint a rúvarak. Igen, az a baj, még anyázni se tudok csehül. Pont izébe kellett jönnem. Milyen szar időbe. Jó. Rúg a golf! Na, megnézem, hogy mennyit adnak érte, kíváncsi vagyok, hogy mégis mennyi lenne az annyi. Befordulunk. Na. Addig viszont le kellene akasztalom a pótkocsivat. Még a végén azt hiszik, azt is el akarom. Na, mondj. Ki a lábát?
Sportkocsimat? Erős túlzás, sportkocsi. Oké, okay, na nézzük, mennyit adnak érte? Mibe számolnak a golfot? Mibe számoljátok a golfot, testvéreim? Oh, 3500-ban számolják a golfomat. A festés állapota eléggé le van lakva. Ó, oh, micsoda dolog. Azt mondják, hogy le van lakva a festésem. Hát azért gyönyörű. Nem kell, nem izét akartam komplet vizsgálatot, csak kíváncsi voltam mennyire vagyok. 3600-ba? És mennyibe 9000-be volt a T25? 9600-ba az... Ja nem, a másik az 11000-be volt. Hopp, megnézzük, hogy jót adtunk el a kiszállás. Ó, hát nagyon érzem, én úgy látom. Jó, akkor mehetünk is. A... Igen, akkor legalább még egy fát megpróbálok elvinni, és a T25-ösre beszámítottam a golfot. 3600 euróba beszámolják, az nekem teljesen jó lenne. Az nekem jó lenne, de már megint kezdi benőni a... Hogy nem is esett a hó, azt olyan, mint hogyha megint ide jelenne, megint ilyen havas. Megint rossz fele jövök, itt elég itt hogy faszom, komolyan mondom, ellapátolom mindjárt. Ugye elmegyek, veszek egy lapátot, ezt elrobom a havat, mert itt egy őrület, ami itt van. Kicsit húzzuk meg. A festés állapot a szarekedni, hát őrület. Vigyáznom kell rá, mert különben még kevesebbet fognak adni érte ezek a szemetládák. Megállunk. Egyesbe hagyjuk. Motor leállít. Lámpa leállít. Akkor még egy adagot mindenképpen jó lenne. Elvinni. Jó beizét a hó a kerekek közé. Na, hát ezt el kell vágnom viszont akkor, ugye? Még egy adagot elvinnék. És akkor mondjuk volt egy olcsó használt T25-ös, azt lehet, hogy megvenném. Akkor mégiscsak előbbre lennék, mert azzal tudnék valamit megmunkálni. Appa! Hát elég nyögvenyelősen indul a projekt, ugye, hogyha zsírgazdagon kezdtem volna, lett volna annyi pénzem, hogy kis félretett tőkém, ami nem volt, akkor mindjárt jobban állnénk anyagilag, de hát így nem állok jól anyagilag. Sajnos. Na jó, el is volt, ennyi volt. Van még 2 darab fegyő, azt ki kell erre csapnom. Az van a szomszédé, a szomszédét nem csapjuk ki. Na, itt hosszába kéne eldönteni okosba. Az a baj, nem tudok mozogni, hogyha... Főleg legugolni, hogyha ez már így... Oké, okay. Hadd menjen! Csak jó fele burul. Jó, hogy nincs az szomszédom, nem látja a hülyeséget, ahogy csinálok. Uff, mert ez nem volt kicsi ez a fa. Azt a betyára, úristenit. Hozzuk szépen. Még jó, hogy nem vallok meg ebbe a szudar időbe. Előbb-utóbb beindul a gazdaság. Van muszáj neki, mert az asszony megöl, ahogy mondtam, tudjátok jól. Van, hogy végig levágom, aztán nem lesz meg van, nem igaz? Olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű, de azt hiszi az ember. Na jó, kezdjük meg a másik végén akkor. Na. Megint túl hosszú lesz. Megpróbálok venni. Még amíg itt vagytok velem. Bár úgy gondoltam, hogy mindent rögzítek ugye a fejkamerával, meg töltöm fel, hogy nem maradjatok le semmiről, hogyha már egyszer nem lehetnek játékvideók, akkor legyenek ilyen vlog jellegűek.
Talán annyi, ugyanannyira élvezitek, bár így egy kicsit azért nyakvenyelősebb tényleg, mint farmingba. Hát próbálok boldogulni. Próbálok boldogulni, ahogy tudok. Egyébként tudom, hogy... Ja, most arra gondoltam, hogy egy nagyobb pótkocsit is vernék, csak hát mit vinnék bele? Ugye nagyon nincsen mit eladnom. Bár meg kellene nézni, hogy nincsenek-e itt valami istáló, mert akkor ott szerintem... Nézd, itt azt megvennék tőlem. A szalmabálákat. Írtátok, hogy van egy olyan lehetőség, hogy meg tudom nézni, hogy melyik helyen itt a faluban van egy weboldal, egy ilyen összesített weboldal, hogy hol vesznek meg dolgokat. Azt nem is tudom, hogy mondtátok, hogy valahol igen, itt van, ez az. Ez az, igen. Nagyszerű. Itt tényleg, itt meg tudom nézni, hogy mennyire veszik meg a dolgokat. De jó, és akkor itt várjál már, itt meg tudom nézni, hogy... Aha, nagyon jó. Ó, kösz, hogy írtatok. A köveket is megveszik? De jó. Mi kell nekem? A szalmát, a szalmabálát, hogy nem veszik meg valahol. Szalmát! Megveszik, valamint biomassa energiába. Várjál. Southvale biomassa energiával megvennék a szalmámat. Ezt nem is gondoltam volna. A faforgácsot, aha. A kolóniánál megveszik a faforgácsot. Hát csak nekem nem faforgácsot, vagy csak nem zsákba összegyűjtem valamit a stilledobot. Southvale... Várjál. Még itt van internet, itt az elején. Na, itt van internet, amúgy nehogy elfelejtsem, hogy itt... Mert különben nem nagyon... South Valley... Vonatbérlés. Nincs az a dolog. Jármű volt. Tejtermék, állatkereskedő. Valami volt. Biomassa energiával. Itt megvennék a szalmát. Ugyanúgy a templomnál kell elmennem, és az ácsnál jóval tovább, és a legvégéig el kellene mennem. Megpróbálom eladnom azt a szalmát is. Lehet, hogy addig kidobom itt a fát, összerakom, ezt már igen, a szalmát megpróbálom elvinni. Hát, hogyha abból nagyobb pénzt akasztunk, megnézzük. Meg igazából ne legyen ott, nem? A biciklit azt nem lehet eladni valakinek, valami öreg néninek eladnám. Már férfi biciklő, úgyhogy öreg néni nem valószínű, hogy megveszi. Elviszem a szalmát. És akkor a szalmából, meg a fából, legalább a szalma az eltűnik, és akkor megláttam, mennyi fát kell kivágnom még, mert nagyon-nagyon szívesen vágom a fát. Meg egyébként nem lehetne izélni? Valami munkát is vállalhatnék itt. Azon gondolkozok, hogy lehet, hogy valami munkát kéne vállalnom. Az se lenne rossz, nem? Többet lenne. Na, odaállok a szalma mellé, aztán akkor felszórom, azt elvisszük. Elvisszük a biomasszába, legalább kicsit megismerjük ezt a falut, mert eléggé, hát mondjuk úgy, hogy elég ismeretlen számomra. De jó, közel állok. Úgy néha elég hülyen áll most a kocsi, de jó van, jó ez így. Oké, felszórom ezt a szalmát. Nem tudom, hogy ezért mennyit adnak. Mennyi az annyi. Ahogy próbáljuk meg normálisan elrakni. Lapjára rakjam, vagy élére? Hát, szerintem ez is jó. Hoppá. Valószínű, hogy fölfér. Hogy keresztbe lehet jobb lenne. Keresztbe lapjára. Könnyebben is lespanizom. Keresztbe lapjára beszórom. Meg kéne csak dobnom így a helyére. Ó! Ez könnyebb ez a szalmabál, amit gondoltam. Hány darabom van? Aztán mehet úgy, ahogy akarom. Nem, mondjuk így keresztbe végig. Remélem, hogy ezt is lerakják nekem, nem kell nekem.
Ahogy nem örülnék neki. Még ki kell szednem a kocsiból. Elég nyögnyülenyelősen indul, mint a dolog, de hát valamit kell okozni. Egyébként már van 3000 euróm. 3700 euróm, szóval azért már valamit nyertünk. Még ebből a kb. Semmiből is mind, ami itt van. Ja, azt nem tudom egyébként a valóságban mikor kell. Mikor tudom majd felszántani ezt a területet. Aztán akkor úgy kell időzítenünk ezeket a dolgokat, meg a vásárlását a dolgoknak. Mikor tudok aratni, mikor tudok szántani, ilyesmi. Jó lenne tudni, hogy ez hogy van. Na, ez legalább eltűrékédne. Ez fölösleges volt itt amúgy. Valószínű, hogy szalmára nem nagyon van szüksége, valószínűleg ebbe fogok aludni. Annyi értelme lenne. Na, és akkor még egy darab. Jó, a bálákat is eladom. Új, nagyon jó. Nagyon jó. Egy-két helyen lesparizzuk. Nehogy megszóljanak minket. Úgy, mennyiben van elég lesz. Oké. Csapassuk neki világítás. Mindig be vagyok egyesbe, így akkor nem kell tökölnem annyit. Meg kell tanulnom, hol tudok kijönni. Az a lényeg, hogy akkor el kell jönnöm itt eddig a házig. Eddig a házig, és akkor itt. Jó, akkor ugyanarra kell mennem, ugye? Ugyanarra kell mennem. Csak tovább, és jobb oldalon lesz elvileg valami erőmű. Biomassa erőmű, gondolom feldolgozzák. Földolgozzák ezt a bálát, mindenki behordhatja. Ez régen az időre emlékeztet, ilyen csarnok idő volt. Még amikor Nemesrádon laktam, ugye? Még gyerekkoromban volt olyan, képzeljétek, hogy a csarnokba kellett hordani a tejet. Vagyis lehetett, az volt, hogy nagyon sok embernek volt tehene. És akkor volt az, hogy minden egyes nap, hány órakor jött a kocsi, és akkor a csarnoknál átvették, ugye megvették a tejet. Tök durva volt. Meg a fater mindig azzal üzletelt, ő meg uborkát termesztett. Így... én meg hordtam haza. Volt egy ilyen kordé, amivel így kuszkodtam haza. Én gyakorlatilag ilyen tök kicsi volt, mármint ilyen gyerekként, ilyen 8-10 éves koromban. Ugye hegynek nevezzük mi az ilyen szőlőhegyet, hegyen. És... Na, és azért nekem az volt a feladatom, hogy hazahúzkodjam, és abból én kaptam jutalékot ezért. Mármint a fater adott belőle pénzt, aranyos volt, és az volt ráérve, hogy uborka taxi a kordémnak a hátuljára. Nagyon komoly volt. Ez mi ez? Ez valami kocsma? Az anyád úristenit! Az normális! Komolyan mondom, hát nézzék örülé! Ugye gyerek! Tiszta röhely, bazzer! Ki jön elém, öcsém? Na itt lehet, nem? Itt az a nagy kéménynél lehet az erőmű. Álló, csajám! Anyád úristenit. Jó, hogy az asszony nem nézi videókat. Remélem nem. Remélem nem. Akkor nagy baj lesz. Na, ez lesz az erőmű. Nem tudom, egyébként nincs kitáblázva itt semmi, tiszta röhely. És olyan, egy idegen ember vagy hogy kell itt elnavigálódnom? Nem jövök rá. Na, egyelőre meg is kell néznem, hogy hova kell vinnem. Szépen finoman. Itt kell bemennem? Valószínű, hogy itt kell bemenni. Na. Jó, várja! Bazza. Megcsúszott az eleje, azon a havon. Na várja, körülnézünk először, hogy hova kell vinnem, mert fogalmon sincs. Gondolom itt sincs senki, itt olyan ideje van, nem dolgoznak sehova. Hol kell hoznom a bálát. Valószínű, hogy akkor ide kell hoznom a bálát. Ide lerakom nekik, aztán jó világ, ugye? Aha. Hát remélem. Na, még mindjárt kiderül. Ide kell lehoznom. Mondjuk ott vannak benne a bálák, érdekes. Valaki van itt? Megnézem, hát, hogyha van itt valaki.
Halló! Jó napot! Halló! Csáv, zárva. Ez meg mi? Ez egy gyerekjáték. Ilyet láttam a jövőnél is. Máshol is. Komolyan mondom, hogy sehol senki nincs. Nincs itt senki bazza. Mindegy. Jó van, akkor lerakom oda, oda állok, aztán lerakom, hát ez röhely egyébként, hogy sehol senki. Megpróbálom, lerakjuk ide. Nem, mert amit átveszik. Jó. 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 Ja, le is pakolták. Ó, lepakolták a fiúk. Jó van, oké. 655-öt kaptam érte, hát ebből nem gazdagszunk meg. Megnézzük akkor, hogy van. 3600 ér. Meg tudná... Ó, gyerekek, még kellene, kellene hozni egyébként. Belejönne rohanyjanak közben. Hát igen, ó, itt maradt egy bálám, azt a rohadt élet. Bocs, fiúk! Azt a vetje, hát orrébb rafadtátok óra. Hát ide legállok, azt kideszem az elakadási jelzőt, mert ez így... Ó, a franc is sem bele. Bocs, haver! Bocs, leesett a bála a platóról. A francba már egyből jó, kihúzom a gyufát ezeknél a falusiaknál, mi? Most itt gyorsan fussunk be, mert közben meg ideje van, fönforgás. Jó, 76-ot adnak egy báláért, egész jó. Na. Ja, kösz, tesó. Ó, nincs is semmi gond. Megoldottuk. Jó, menjünk haza, már kapásból hülyeségeket csinálok, mi? Nem vagyom a bálákat, meg ilyesmi. Jó, van, ez van egyébként. Még nagy lehezen kibírta, megvárt. Odébb is dobhatta volna az útba. Na! Egyébként még egy fát, hogyha elvinnék, akkor meg tudnám venni. Nagyon a haja, hogy tetszene, hogyha azt a drágábbikat tudnám ugye megvenni. A drágábbik T-150-kát. Azt hittem, ha megint kijönnek elég, azok a... Be vannak rúgva ezek a falusiak, vagy nem tudom mi. Kicsit veszélyesen él meg. Indexelünk, ki tudja, már újabban ilyen drónokkal néz. Azon rögtem, pont néztem a farmházba YouTube-on, hogy vannak már ilyen ideig, hogy ilyen drónokkal figyelik a kereszteződéseket a zsaruk. Aztán a konkrétan azzal figyelik, hogy ha átmész a piroson, vagy nem indexelsz, vagy akármi, azt úgy megbüntetnek, mint a szar. Szóval már nem lehet arra adni, hogy körülnézve van-e rendőr, vagy nincs rendőr, hanem már kapásba úgy megvágnak, hogy az, mint az állat. Na, akkor az a lényeg, hogy el kell mennem itt a házig, azt ott kell befordulnom, akkor nincsen belőle probléma. Itt kell befordulnom, jó. Nem igen látszik az út, ahol. Jó van. Még egy fát el kellene vinnem, azt amit kivágtam, azt föl kéne szórnom. És akkor beszállítottam a golfot, egyébként itt a bubikeire rég van, hogy bejön a cunk. Itt baloldalt, tiszta rövely. Volkswagen, mi? De az autó. Na egy. Vissza egybe. Megállunk így valahogy, nem én álljuk a fára, de aha, jó, így. Jó lesz ez így, jó lesz, oké. Okay. Oké, földobunk egy fát, és akkor meg tudjuk venni a traktort. Ami azért legalább egy kicsit haladás. Na, ezeket meg szórhatom most fel, hülye voltam, hogy leraktam. Már azt hittem, nagyobb pénzt fogunk kaszálni. Az a lényeg egyébként, hogy minél több fát tudnák egyből elvinni, akkor annál több lenne a haszon, ugye. És ez nem lenne rossz, csak
Nem olyan egyszerű sok fát elvinned. De direkt azt akarom, hogy ne essél oda. Na baj. Na. Jó. Ja, minél több fát, de bár szerintem. Nem, minél több fát, és akkor egy fordulóval már megvan a traktorunk ára. Ugye az elején egy kicsit lassabb halad, valószínű majd később azért jobban fog. Egyébként gondolkozok azon, hogy megnézem neten, mert mondta, írtátok azt is a kommentbe, hogy a neten vannak olyan emberek, azáltal szoktak hirdetni, hogy kellene dolgozni nekik. Bár tényleg nem tudom, milyen munka lenne számomra, de az a lényeg, hogy lehet, hogy tudnék állást vállalni. Itt a faluba, igaz, a cseh tudásom az nem olyan túl jó, de ugye van fordító, úgyhogy már meg lehet oldani. Szóval lehet, hogy azt fogjuk csinálni. Megveszem a traktoromat, azzal esetleg még vágunk ki fát, de nagyon szívesen elmennék itt dolgozni. Legalább megismerem jobban a falut, meg a környékét, meg az embereket, tudod. Aztán akkor így az mégis jobb lenne. Ezt nem bírom el, azt a rottél, de ezt elbírom. Jó. Töve az egy kicsit vastag, meg lehet tudom, ahol fagyva már. Na itt amennyit tökölök, mi? Ja, megismerném a környék. Az jó nehéz volt, gyerekek. Remélem, van guminyomásunk. Ja. Úgyhogy lehet, hogy elmegyek dolgozni. Picit melózok, csak az a baj, oda is találni, úristen. Biciklivel elvegyünk dolgozni, gyerekek. Biciklivel! Füvet nyírni. Hát komolyan mondom. Szörnyű ez az élet. Mit kell gőrizni, meg még az asszonynak küldeni majd a pénzt haza, azt sem tudom, mennyit fog követelni. Követelni? Hát már így áll hozzá az ember, ugye? Nem kér, követel. Követelőznek. Ó, hát ez most jó, megrakja a keeper, papa. Károlynak a kaványák. Ennek a tőlenek is vége lesz egyszer, csak tényleg nem tudom, mikor tudok majd szántani, vetni. Addig össze kellene szedni, amíg ugye tavaszodik, valószínűleg tavasszal lehet. Amíg kitavaszodik, addig összeszedünk egy ilyen minimális gépparkot, amivel el tudunk kezdeni gazdálkodni. Aztán akkor ez jó lesz nekünk. Egyébként a fészerbe le tudom burogatni majd a krumplit, vagy akármit. A gépeket nem is tárolom benne, mert nagyon nem tudok mit egyenlőre. De a végébe bele kellene állítanom még egyet. Ide valahogyan. Ide még befér egy, na? Úúú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 
lehetne a két oldalát. Aztán akkor még tetejére dobnék ám ilyen vékonyat. Ujjaj! Várjál ma. Itt ezt jól vágtam. Ezt jól vágtam, hülye. Nem baj, ez a jó hosszú ér, talán nagy. Ebből ki tud hozni valami jó hosszú ér, épületfát. Oké, okay, jó van, megkötöttem, még jó, hogy itt a hosszú spanifer. Jó, hogy nem a lábamra, az a istenit. Minél többet megpróbálok fölvezényelni rá. Ezek a hókákat, azokat itt hagyjuk. Ó, itt van ez, csak ezt nem bírom el. Úgy kéne vágnom, hogy inkább a tuskó részét levágom valahogy. Jó, ne egy ilyen karikát vágjuk azért belőle. Ha szét, valahol valami lukba beledobom, ezt meg így föl a tetejére. Ezt azért talán ad egy kis lóvét, aztán meg tudjuk venni a traktort. Traktorkát. Az igen, azért raktam rá bőven, nem? Jó, ezt a tuskót, azt meg. Még valahol valami lukba berakom, a hátsó ülésre berakom. Ide ebbe lukba. Úgy. Jó van, ide az elejében még fért volna egyébként, nem maradt semmi. Tényleg minden sikerült? Jaj, de jó. Nem, itt még van egy ilyen kis kóbász sütőfa.
Nem tudom, hogy nem látni be. Ki a idejében? Hol vagy? Hol vagy, testvérem? Nem is látom. Aha. Kiköszedni a hóba. Már ide rakom, támasztom a biciklire. Igen, nem sikerült. Akkor jobban el tudnám vágni. Várjál, ide a biciklire. Várjál, maradjunk. Jó. A beceklire. De nem fér be valahova? Egy beállító videó. De beállítja a keeper. Azaz. Na, ebbe gondolkodtuk. Jó van. Oké. Okay. Indítsuk a motort, aztán most már csak meg lesz a 10-150 gal. Miről beszélek? T25-ös. Na. Egyesbe inkább, mert itt azért kéri az energit. Tettünk egy kettest. Jó van, meg tudom venni a traktort, ez már jó lesz. Egy kicsit talán könnyebben is tudom oldani vele a dolgokat. Bár ugye ez a golf, ez teljesen jól működik, bár nem erre való. Meg egyébként sajnálom eladni is, de hát most mit csináljak vele? Ebből nem, ezzel nem fogok idét ezzel elkéte húzni. Fogok szántani a földet, leginkább az kellene most egy, majd egy eke. Tudjunk földet felszántani. 4-es, 5-ös, 6-os, még egy utolsót szórakozok vele, kihúzatjuk. 70, ez az, vissza 2, index ki. Az okosba, kanyarodás, mert azért van rajtunk egy kis súly. Újra kihúzatás, 3, 4, 5, 6. Lakott terület, jó van, oké, nyugodom. Valám nyomaték. Élem. Még azért egy ilyen futóval is mekkora ide királyság ez a golf. Hát kiélvezzük így utoljára. Majd lehet, hogy visszavásorolom. Megmondom az autószerelőnek, hogy tartsa meg azért, hogyha tudja. Aztán akkor azért szívesen visszavásárolnám mondjuk. Bár aztán nem biztos, hogy benne lesz. Gyertek. Hányan vagytok még? Na, az alatt beférünk, nem? Akkor vár annyit. Jó, tükör. Tükör marad. Jó, nagy ív. Vissza. Eleje elfér. Valami koppant, gyerekek, valamit kocsantottam. Kiszállok, megnézem, mert valami neki ment valaminek szerintem. A sarka. A golfi sarka, vagy visszatolunk. Jó, mennyi? 6900. Ez még innen nem vagyok bele megpékéve. Picit vissza kéne tolni. Ezt jobban megtolom kifele az elejét, arra. Jó, figyeljetek, hát maximum megvesszük akkor az olcsóbbat, de én nem akarom kínozni a golfomat ezzel a dologgal itt. Szerintem ez nem erre való, igaz, hogy még ha nem is az enyém lesz, de legalább talán ha megtartja az autószerelő, akkor megtartja, de ha nem talán jobb helyre kerül, nem valami sutyó hülye gyerek kezébe, mint amilyen én vagyok mi. Még kihúzhatjuk egy kicsit, úgy. Még lakott terület, még 50 alatt. Ezt adjál neki. Oda nézzé, 70. Valám gyorsulásunk. Nem kell ide Tesla, meg ilyen hülyeségek. Na, megint jönnek. Mindjárt fölfele még egyet húzatunk. 1, 2, 3 üveghangig, 4, 5, 6, és lakott terület, azt a betyár. Még mindig azért tudja a dolgát, appa. Bocsánat, beütöttem a fejkamerámba. Még azért tudja a dolgát. Na, befordulunk.
Aztán megnézzük, hogy mennyi az annyi. Kiokumuláljuk a dolgokat. Oké. Leakasztok. Hát igen, a festésem az nem lett jobb. Na, először is ideállok. Ezt megpróbáljuk beszámoltatni okosba, jó? Hát leállítom. A szavaz kicsi golf. Köszönöm, hogy ilyen jó szolgálatot tettél eddig. Mennyibe számolja be? 3460. Tehát akkor 9400-ig mehetünk el a boltnál. Mindjárt megnézzük. Átmegyünk a pénztárhoz, aztán meglátjuk, hogy mit adnak érte. 9600. Kis traktorok. 9600. 9500-ig kapnénk egy ilyen Zetort. Az E25K-t. Gyerekek. Az E25K. Nézzük, hogy esetleg még valamit hozzánk vágnak. Ó! 7500! Super Tiger! Ó! És törzsuklós? Olyan, mint otthon volt a izeje, tudjátok, hogy mi. Hmm. 9000! Ez a csoda. Ez a csoda. Ami úgy tetszik egyébként, nem rossz. Csak az a baj, hogy 12.500 ugye ez. Nem tudom, hogy mennyivel jobb, vagy mennyivel nem jobb. Hát, figyeljetek, valamit kell. Kabinnak tudom kérni plusz 300-ért. Iha. Plusz 400-ért tudom, ilyen nagyon nagy kabin. Hát figyeljetek, szerintem most egy kicsit spórolás van. Tervezés. Az mi az? Aha, munkalámpát tudok rá kérni. Azért az fontos lenne majd a munkához, de lehet, hogy azt majd felrakatjuk. A húk, milyen húk van? New, old. Szerintem most mindegy, gearbox. Váltója, old vagy new? Old, jó. Súly kell az elejére? Egyelőre nem, szerintem. Homlokrakodó csatoló, no. Gerékbeállítás. Ha magas a belső gubit kérhetek rá, és ez nem kerül semmibe, úgyhogy ezt rákérem. A napszín piros, jó, felniszín, oké. Rendszám az nem érdekes. Jó, akkor ezt meg fogom menni, a golfot beszállítatom ebbe. Ez lesz a projekt. Nagyon jó. Na, golfocska, köszönöm szépen a szolgálataidat. Imádom. De hát most megválunk tőle. Jó, vigyed, ennyi. Jó, hát a festés alapot nem ennyi, nem olyan jó, úgyhogy ez van. 9500, és akkor 9000, és akkor megvesszük. Beszámoltottuk. Igen, 9000 ezt. Jó van. Ja, hát igazából akkor semmit nem kérek rá, így elvisszük. Vásárlás, oké. Okay. Áh, itt is van. Háó. Tök jó, ez a pótkocsi az ki? Na, szuper. Ajaj. Mi volt ez a furcsa, olyan, mint hogyha kívülről látnám magamat. Na, indítsuk el. Hány sebességünk van? Van L fokozat, előválasztó, meg S fokozat, az nem tudom, long, meg short. Aha. Aha, így, tízzel megyünk. A long nem, az L, az ilyen országúti. Ez L a felező, van rajt felező is, de jó, van rajt felező. Ugye 1, 2, 3. Szántóföldi fokozat, meg van S fokozat, egy ilyen, amelyik ugye ilyen szorzós. Ó, de jó, ebben egy ilyen, egy ilyen osztómű is van, nem csak váltó. Ó, ez tetszik. Ó, és hátrafele is van egy csomó fokozatunk. Ó, de jó. De elég kattogós a váltó, nem tudom, remélem, nincs semmi baj. Próbálok rátalatni. Szuper.
Szuper, megvettük az első traktorunkat. Jó. Ó, de jó hangjunk van. Hát ez nem sikerült tökéletesre ez a rátolatás. Jövőre. Kicsit szokatlan nekem ez. De legalább jobban rálátok. A golfban egy kicsit olyan frusztráló volt, hogy nem láttam rá a dolgokra. Se a rakományra, se semmire. Így egy kicsit jobban élem. Na, itt ezt már be tudom akasztani. Ó, jó van. Szuper. Na. Nyomjunk egy egyes fokozatot. Nyomjunk egy megfordulást. Országúti harmadik fokozatban gyorsulni nem akar így. Úgyhogy ő azért nem golf, mert neki azért kellenek a sebességi fokozatok. Nagyszerű. Index visszajelző nincs, de van jó, oké, van index visszajelző. Oké, mi a franc? Ó, négy. Négybe vagyunk. Héttel megyünk, átkapcsolom az osztóművet. Aha. Hát, szenvedős a kicsike. Nézzük meg az S-be. Kihúzatjuk ezt az osztóművet, ezt rá kell jönni. Oké. Okay. Egy. Kettő. Nem szereti szerintem ebbe a hóba menni, vagy nem tudom. Ennél följebb nem tudsz itt kapcsolni. Hat. Vagy nincs kipörgetve? Fölcsapom. Nem szereti. Nem tudja. Sajnos nem tudja. És vissza kell raknom ebbe az országútiba. 3, 4. Vagy nem is országúti, hanem a szántóföldibe. Ebbe a héttel tudok menni. Ebbe a hétig tud elmenni. Érdekes. Visszaváltok egy. Átrakom az S-be. 1. 6-tal megyünk, 7-tel megyünk. Teszek neki egy 2-est. És itt már elveszti a nyomatékot. Tehát már nem tudok vele venni. Úgyhogy mindenképp a földön az L fokozatba kell mennünk. Mert különben nem tudsz haladni. Valószínű, hogy ez a nagy hó is megfogja ezt a gépet. Érdekes. Hétnél többet nem tud ebbe a nagy hóba. Sajnos. Megpróbáljuk majd országúton is mindenképpen. Valószínű, ez a nagy hó az elég jól megfogja. Viszont jó, legalább látok most már normálisan. Elég zavaró volt, hogy a golfba kellett csak nyomorognom. 557-ünk van, esélyes, hogy gondolkozok rajt. Mit szólnátok, melyik lenne jó, hogy elmennék esetleg valami bérmunkát vállalni, vagy még egy-két fát kivágnék. És akkor ezzel leszállítanám. A bérmunka az jobban tetszene, megmondom őszintén. Nem tudom. Majd írjátok meg, hogy mit gondoltok erről az egészről. Viszont ez a traktor az, ahhoz képest az a baj, hogy nagyon nem tud menni gyorsan. Nagyon sebességi fokozat nincs is. Ugye az izében az országútiban meg nagyon nem bírja még itt. Elég érdekes. Ó, kezd olvadni a hó. De jó. Annyira kitiporta a bájt, hogy kezd olvadni a hó. De jó, végre. Ennek mondjuk tudok örülni. Ennek mondjuk tudok örülni, hogy kezd olvadni a hó. Ez a sok napsütés megtette a hatását. Jó, egy kicsit megállunk valahol, félreállok. Aztán valami csak lesz. Próbálom lefele az országútit. Aha. Lefele megy. Igen, az, hogy a nagy hó szerintem fogja ezeket a kis pici kerekeit. Nagyon szuper. Jó, hát álljunk meg. Egybe visszaraktam. Megállítom a motort. És kiszállunk. Jól van, szuper. Megvan a legelső traktorunk. Ennek tudok nagyon örülni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, feltöltöm ezt a videót is, és akkor várlak benneteket a következő részbe. Jók legyetek, sziasztok!